Üdvözlöm kedves nézőinket, az Én Történetem e-heti vendége Hatfi Dániel, sokszoros magyar bajnok és Európa bajnok dzsúdós. Üdvözöllek a stúdióban. Üdvözöllek, köszöntöm a kedves nézőket. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Arról fogunk beszélgetni veled, hogy a te sportkarriered hogyan alakult egészen gyermekkorodtól kezdve, hiszen te korán kezdted a sportot, ráadásul ugye itt Gazdagréten, hiszen itt nőttél fel a 11. kerületben, úgyhogy akkor csapjunk is bele, és mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy milyen is volt itt felnőni a 11. kerületben, és hogy hogyan is találkoztál először a sporttal. Még mielőtt elkezdeném, nincs mit köszönöm, hogy elfogadtam a meghívást, hiszen hazajövök, itt tartok edzéseket, itt nőttem föl, szóval bármikor nagyon szívesen teszek eleget ilyen kérésnek itt az otthonomban. Igen, én itt a 12. kerületben nőttem fel, ide jártam iskolába, a Csíkegyek utcai általános iskolába, majd később középiskolába, az Öveges József szakközépiskolába. Nem is tudom, hogy hol kezdjem el. Ez egy nagyon sokat tudnék róla beszélni. Hogyha nagyon burkolt akarnék lenni, akkor én tudnék mondani, hogy Horváth Péter bácsi Fehérővétől a világ csúcsára, a Csíkegyek utcai általános iskolából Kínába, Pekingig. Szóval így ilyen nagy átkötések történtek, és utána újra vissza ide a kerületbe. Na hát akkor menjünk oda-vissza, hogy a Csíkegyek utcai általános iskolában hogyan találkoztál először a sporttal? Már hogyha itt találkoztál vele először. Természetesen itt találkoztam vele először. Itt a Csíkegyekben indult egy testnevelés tagozatos osztály, és a szüleim gondolták egyből, hogy nekem itt a helyem, mindenképpen a mozgás érdekelt már gyerekkorom óta. Nem tudtam megülni egy helybe nagyon sokáig. Lehetett látni a különbséget, nekem van egy bátyám, aki 2 évvel idősebb nálam. Ő most per pillanat a Öveges Józsefben tanít történelmet, tehát ebből is lehet látni, hogy egy teljesen más vonalon indult el. Ő amíg rajzolt, addig én mindig a kihívásokat kerestem, mindig kértem, hogy bármiben tudjunk megméretetni, akár egy foci, vagy egy futóverseny, mindig csak győzni szerettem volna, és ezért egy nagyon nagy lehetőség indult itt nekünk a Csíkegyekben a sporttagozatos osztállyal. És úgy látszik, hogy a napi testnevelés sem volt elég, mert a szüleim úgy döntöttek, hogy indul egy judó tanfolyam Horváth Péter bácsinál, és akkor oda beirattak engem. Ez egy nagyon... Úgy gondolok rá vissza, mint egy burok lett volna. Tehát itt a judó szemléletmódja, a gyerekek abszolút csak, hogy jó érzésből foglalkozzanak ezzel a sporttal. Nem, Péter bácsi nem az élsport felé indult meg, de ami az ő munkásságát nagyon-nagyon nagyra emeli, hogy arra is volt energiája, hogy a gyakori olimpikont lehívjon, megnézzen engem, mert mindig nagy tehetséget látott, fantáziát látott bennem. Szóval lehívott egy akkori olimpikont, hogy nézze meg, és ő nagyon szeretné, hogyha én tovább folytatnám valahol, mert kezdi úgy érezni, hogy a helyet kinőttem, és hát akkor el is mentem. De hát ez persze nem volt ilyen gyors folyamat, 3 évig jártam Péter bácsihoz, és ez a 3 év azért volt nagyon-nagyon fontos, mert talán itt kaptam azt a óriási dózisú judó szeretetet, azt a sportág iránti tiszteletet, amit Péter bácsitól kaptam, és talán ez nem tudom, hogy most ezzel titkot árulok-e, én ezt mindenképpen szeretném elmondani, hogy amikor anyukám hozott Péter bácsihoz edzésre, és szeretett volna fizetni, ő azt mondta, hogy csak járjon a gyerek. Ő azt szeretné, hogy járjon, és szóval innen indult ez az egész szeretet. De az iskolában, a testnevelés órákon is, a tanárok által is, tehát mindig támogattak abból, hogy sportoljak. Tehát nem visszatartani szerettek volna, hanem látták bennem, hogy én maximálisan a sport mellé. Szerették volna, hogyha a tanulás mellett is kitartok. Természetesen egy általános iskolában elég nehéz dolgok van a tanároknak, főleg egy örökmozgó gyerekkel, de úgy érzem, hogy ez is elérte a célját, ez később bizonyosodott be, amikor is elvégeztem a testnevelési egyetemet, tehát az ő munkájuk se volt hiába való, egyetemi diplomát is szereztem, szóval ez a kettős dolog, ez innen a kerületből indult el, és úgy gondolom, hogy teljes mértékben ki tudott bontakozódni. Hány éves voltál akkor, amikor elkezdted a versenyszerű sportot?
9 éves voltam, és én a Szentkere utcában, a Spartakuszban mentem át, a 8. kerületbe, innen a 14. kerületből, Péter bácsitól, a Burokból egy kemény versenyzői csapathoz, ahol nagyon nem szerettem járni, és szüleim nagyon sokat segítettek abban az időszakban, én kitűztem, hogy az első versenyemig fogok oda járni, és utána jövök vissza Péter bácsihoz, mert én itt szeretek lenni. Természetesen más környezet volt. Az első versenyemben ezüstérmes lettem, és az egy akkora élmény volt számomra, hogy ott álltok a dobogon, hogy az, ha nem is olyan sokáig, de egy fél évig motivált a következő versenyemig. Szóval így napról napra, hónapról hónapra értem ott a Szentkere utcában, a Spartakuszban. Ott is nagyon jó edzőim voltak, de a környezet meg az egész mentalitás az teljesen másabb volt Péter bácsinál. Kicsit a Burok az megszakadt, és egy kemény helyzetbe kerültem, amit nem szerettem, de tényleg én úgy tekintek a pályafutásom az egész életemről, hogy mindegyik egy nagyon nagy tanulság. Tehát a kudarcaim, a győzelmeimből mind-mind tanultam, és ezzel is bölcsebb lettem, és tudom a felnövekvő generációt ezzel segíteni. Tehát el tudom azt mondani, hogy mi miért történik, mi miért van, mi múlik a szülőn. Ott a szülőn múlt, édesanyámom, édesapámon, hogy azt mondták, hogy soha nem felejtem, anyukám azt mondta, ezért nagyon hálás leszek, kisfiam, gyere, kapsz egy süteményt, utána eljött velem, lekísért, megvárt. Szóval ott volt mellettem, és így ott tudtam maradni. És amikor elkezdtél ugye versenyszerűen sportolni, átkerültél ehhez a másik egyesülethez, ez milyen hatással volt rád, és mikor jött el az első igazi nagy átütő siker, hiszen te elég korán már világkupa első helyezett lettél, hogyha jól tudom. Igen, természetesen hála Istennek jöttek a korosztályos eredmények. Nekem valahogy az elejétől fogva sikerültek a versenyek érmeket szereznem, dobogóra állni, de szerintem, hogyha valaki elkezdő a cselgáncsot, és nem rögtön az elején nem lesz bajnok, nem sikerül érmet szedni, akkor se szabad letörni. Nekem ez így sikerült, így indult el az én pályafutásom. Természetesen később én fiatal fej, azt hittem, hogy soha nem fog kiesni egy versenyen se, és amikor elkezdtem kiesni, mert eljött az a korosztály, hogy nagyobbakkal mentem, akkor óriási nagy csalódás volt. Akkor megint egy kis törés az életembe, de ezeket a kis harcokat mind megvívtam, túlvészeltem. Junior korosztályban is már sikerrel vettem az akadályokat, világbajnokságon, Európa-bajnokságon. Tehát az a jel volt, hogy ezt a judót kell folytassam. Ezt azért mondom úgy, mert tényleg itt a Csíkegyek iskolában olyan sport iránti való szeretetet kaptam, hogy volt egy olyan időszak, hogy majdnem kézilabdás lettem. Tehát nagyon szerettem kézilabdázni, kosárlabdázni, futóversenyekre jártam, minden palettán, minden érmem megvolt. És ott tartottam, hogy kézilabdázok, de aztán mégis a judó lett, pontosan azért, mert egyéni sport, és ott tudtam az én óriási akaratlanőmet kamatoztatni. Később felnőtt mezőnyben már nem a Spartakuszba jártam, hanem a budapesti Honvédba, ahol Péter bácsi után megtaláltam a második otthonomat. Ott éreztem magamat a legjobban, és még mind a mai napig a hőszínékbe versenyzem. Az az időszak volt számomra a csúcs, tehát úgy éreztem, hogy megérte kilépni a Burokból, megérte azt a kis, akár úgy mondom, hogy keserűséget, kudarcokat, hogy később egy ilyen edzőt, ilyen csapattársakat, és ennyi mindent kaptam ettől a sporttól, és tényleg azért nagyon-nagyon hálás vagyok mind a kerületnek, mind a szüleimnek, és amit itt kaptam, mert tényleg innen indultam, és itt töltöttem föl, és ez egy ilyen gyönyörű szép pályafutást tudott leírni. És mit gondolsz, most kanyarodjunk egy kicsit vissza oda, hogy több sportot is űztél egyszerre, tehát nem mindig volt ez ennyire egyértelmű, hogy belőled aztán judós lesz, illetve cselgáncs karriert fogsz befutni. Elképzelted valaha azt, hogy mi lett volna, hogyha másik sportot választasz? Igen, sokszor játszottam ezzel a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha más sportot csinálnék. Azt azért mindenképpen nekem, hogy úszásban nem voltam jó, bár én hittem és tudtam, hogy nagyon jó úszok. Sajnos volt csapatverseny, és ott a csapat miattam lett ezüstérmes, tehát voltak olyan próbálkozások, amiben lehetett látni, hogy nem az én sportágam. Testnevelőtanárnak a nagyon nagy feladata, szülők is láthatják, később az edző kollégák, hogy a gyermek milyen irányba megy, labdaérzéke van-e, csapatjátékhoz alkalmas, egyéni sporthoz, inkább magát helyezi előtérbe, nagyon szeret birkózni, jó az egyensúlyérzéke, hosszú, magas, esetleg alacsonyabb, kicsit zömökebb típusú. Ezek mind sportágnak a megfelelői, de most az a nagy szerencsé, hogy a judóhoz mindegyik jó. Tehát egyik se kivétel, jó a magas is, az alacsony is, szóval a cselgáncshoz bármelyik alkat passzol.
Szóval akkor ez igazából nem csak a te döntésed volt, hogy végül is ugye ezen a pályán indultál el, hiszen említetted azt, hogy itt a testnevelő tanároknak, esetleg a szüleidnek is nagy szerepe volt abban, hogy végül is erre az útra terelgettek téged, hogy ezt folytasd tovább. Mindenképpen nem korlátoltak ebben a döntésemben, de úgy éreztem, hogy afelé terelgetnek, hogy én a judót válasszam, és a másik, hogy tényleg ott tudtam a legeredményesebb lenni, és úgy gondoltam, hogy amiben vagyok a legjobb, azt szeretném maximálisra fejleszteni. És fiatal korodban, hogyha eltekintünk egy kicsit attól, hogy sportkarrier, már akkor is tudtad azt, hogy te hivatásos sportoló szeretnél lenni, vagy egészen más terveid voltak? Én inkább azt tudtam, hogy minden edzésen én akarok a legjobb lenni. Tehát mindig csak arra koncentráltam. A következő versenyre szeretném azt megnyerni. Mik a céljaim? Nem gondolkodtam, hogy én később, ez sokkal később derül ki, és mindig úgy szoktam mondani, hogy olyan 13 éves korában kezd el a gyerek, hogy rájön, hogy az edző az nem az ellenség, az edző az érte van, azért hajszolja, hogy jobb legyen, és később 18-9 éves korában kezd el úgy összeállítani ilyen terveket. Már nálam így volt, nyilván van korábban, meg későn érő típusú, én késő érő típus volt. Én akkor határoztam el, hogy szeretnék olimpián ott lenni, Európa és világbajnokságról egy érmet hozni, hogy azért mégis le tudjam rakni a névegyelmet a cselgáncsba, tehát nálam ez így állt össze, és így raktam össze. Amire azt tudom mondani, és mindig megkérdezik, hogy miért a judó, miért a sport, milyen pozitív hatásai vannak, rengeteget tudnék mondani, testileg, lelkileg, de nekem a legtöbbet az jelentette, hogy a célkidőzéseimet meg tudtam valósítani. Gyerekkorom óta azzal szembesültem, hogy mi szeretnék lenni, és ezt meg tudtam csinálni. Nagyon megnyugtató az az érzés, hogy amit kitűzök magam elé, azt meg tudom valósítani, és hát most remélem, hogy a fiatal versenyzőkkel az életben is, hogy a pályafutás után ugyanilyen sikerrel tudom venni az akadályokat. És milyen volt neked akkor gyermekként, illetve fiatal felnőttként, mert ugye most már itt tartunk, egy olyan sportot űzni, egy olyan sporttal felnőni, aminek alapvető része az erőszak, mondhatni. Tehát, hogy azért a judó nem kifejezetten egy ilyen szelíd sportág. Ez kihatással volt a te életedre bármilyen szinten? Bocsáss meg, hogy kijavítalak, bár nagyon sokan így gondolják, a cselgáncsban egyáltalán nincsen erőszak, tehát ez egy küzdősportról sokszor asszociál az ember, hogy benne van a durvaság, japánul lágy utat jelent, és ebben a sportban még a forró fejűségnek sincsen szerepe, hiszen ha az indulat, ez a fajta hozzáállás nem jó tanácsadó, taktikai tanácsadó, aki így áll föl a szőnyegre, az egyből ki fog kapni. Nálunk én ahhoz szoktam inkább hasonlítani, mint a saktábla előtt 4-5 lépéssel elő kell gondolkodni, a másik reakcióját figyelni, az ő hibáit, és a testsúlyából kiingatva megdobni a másikat. Tehát akár csak nem is a durvaságot mondom, ha bírónak visszafeleselek vagy beszélek, nem is lehet beszélnünk a bírókkal, egyből elléptetnek. Tehát olyan japán szemléletmódú, mivel hogy japán sportág, már a meghajlással kezdődik és fejeződik be, függetlenül attól, hogy nyertem vagy veszítettem. Nekem az olimpián volt egy kétes bírói döntésem, 4 közé jutásért, utána mehettem a döntőjutásért, ahol is a főbíró engem látott jobbnak, oldalbíró a másikat, és őt hozták ki győztesnek. És egy pillanatig nem fordult meg a fejembe, hogy esetleg reklamálok, vagy fönnmaradok, vagy hisztizek. Meghajoltam, elfogadtam a döntést, és lejöttem. Erre nevel ez a sportág, és már kisgyerekkorban is ezeknek a alapjai elsajátíthatóak. Én úgy látom, hogy a gyerekek megismerkednek egy teljesen más filozófiával, ami egy kicsit kitolja az ő értékrendüket. Tehát tudnak még mélyebben hasonlítani. Tehát nálunk úgy kezdődik ez is, hogy cipőben nem lehet fölmenni a szőnyegre, le kell venni, sorakozóna rám kell figyelni, meghajlással kezdődik az edzés, a partnerednek a tisztelete, tehát ha őt bántod, akkor legközelebb nem fog jönni edzésre, nem lesz partnered. Szóval egy nagyon érdekes, és tényleg ahhoz tudom hasonlítani, bocsánat, hogy a japán szemléletmód. Én bejártam az egész világot, és még olyan udvarias, előzékeny, segítőkész emberekkel találkoztam még, mint a japánok. Tehát tényleg úgy gondolom, hogy nekem ez nagyon nagy segítség, hogy a sportágat híreztelem, hogy egy ilyen jó dolgot tudok képviselni. Látszik is rajtad egyébként, hogy nagyon nagy tisztelettel, illetve nagyon nagy örömmel beszélsz az egész cselgáns kultúráról gyakorlatilag, ugye, ami egy ilyen távol-keleti motivumokkal teli kultúrát idéz. Hogyha egy kicsit visszatérünk a karrieredre, tehát hogy hogyan alakult a későbbiekben ez a dolog, amikor már tényleg komolyabban foglalkoztál vele, amikor már
Európa-bajnokságokon vettél részt. Ez milyen volt ez az időszak, amikor ez elkezdődött, amikor mondjuk kijutottál az első világ- vagy Európa-bajnokságodra?